Orbán Viktor az orosz-ukrán háborús helyzettel foglalkozó interjújában az Európai Uniós vonatkozásokra is kitért. A miniszterelnök elmondta, soha nem rejtette véka alá azt, hogy a szankciókkal kapcsolatban általában más nézeteket vall, mint az Unió. Nem láttam még olyan országot meg konfliktust, amelyet a szankciók tereltek volna a béke irányába, de most nem az okoskodás ideje van. Tehát Brüsszelben is elmondtam, hogy ugyan mindig más álláspontot képviseltünk a szankciókról általában, de ennek most nincs jelentősége, mert most konkrétan kell beszélni egy helyzetről. Háború van, és most nem okosnak kell lenni, hanem egységesnek. Úgyhogy amilyen szankcióban az uniós országok egyetértenek, azt mi támogatni fogjuk. Minden ezzel ellentétes hír, az dezinformáció. Orbán Viktor felhívta a figyelmet, a nyilatkozatoknak hatalmas súlya van. Mint fogalmazott, a kimondott szó már majdnem tett egy ilyen helyzetben. Olyan gazdasági szankciókat kezdeményezni például nem értelmes dolog, melyek következményeként Magyarországnak kellene megfizetnie a háború költségeit. Éppen ezért például Paks 2 is az energia kérdését ki kell hagyni a szankciós kérdésekből. Mint elhangzott, az energetikai szektor nem is került fel a listára, ebben nem született meg a teljes egyetértés, hiszen ez az országok nagy részében ugyanolyan nagy károkat okozna, mint hazánkban. Orbán Viktor a magyar sajátosságokra vonatkoztatva elmondta, továbbra is az az álláspont, hogy nem küldenek magyar katonákat vagy fegyvereket Ukrajnába. Néhány évvel ezelőtt hadsereg és hadiiparfejlesztési programot indítottak el az országban, de nem háborúra, hanem békére készülnek. A miniszterelnök arra is rávilágított, hogy ennek miért látták szükségét. Ha visszagondolunk az elmúlt 12 évre, akkor először volt egy vörös iszap katasztrófa, utána árvíz, aztán az első ukrán-orosz háború a Krímben, aztán bevándorlás, aztán pandémia, és most a második orosz-ukrán háború. Tehát nem kell atomtudósnak lenni ahhoz, hogy az ember fölmérje, hogy a következő évtized a biztonságról szól. Arról szól a következő évtized, hogy ki tud a saját országa, a saját népe számára biztonságos környezetet teremteni a mindennapi élethez. Ezt mi nem tegnap ismertük föl, hanem tegnap előtt, ha szabad így fogalmaznom, évekkel ezelőtt, ezért megindítottuk a szükséges fejlesztéseket. Jókor indítottuk meg. A miniszterelnök elmondta, minden menekült, aki a háborúskodás miatt Ukrajnából érkezik, biztos lehet abban, hogy Magyarországon barátként lesznek fogadva, ellátják őket, szállást adnak nekik és a gyermekekről is gondoskodnak. Fontos különbséget tenni azonban a messzi muszlim világból a jobb életreményében érkező áradat és az ukrán menekültek között. Előbbiek jó néhány biztonságos területen átjönnek, az ő problémájukat ott helyben kell megoldani. Az ukrán menekülteknek viszont nincs hova menniük, hiszen Magyarország a közvetlen szomszédságukban fekszik.